Egyre népszerűbb a Balatonon is a szörfözés. Akit érdekel ez a sportág, pár óra alatt meg is tanulhatja az alapokat. Fontos azonban, hogy a kezdő deszkások körültekintően, lehetőleg part közelben és megfelelő időjárási körülmények között sportoljanak. Erős szélben ugyanis még a gyakorlott szörfösök is bajba kerülhetnek. Tudni kell a Balatonon az, hogy a jellemző szélirányú fel szokott erősödni, az északnyugati. Na most a északnyugati szélbe az északi parton megy ki valaki szörfözni, ugye számolni kell azzal, hogyha felerősödik a szél, akkor sokkal nehezebben tud visszajönni a partra, tehát valószínűleg ez történt akkor is, amikor kimentették a szörföst, hogy bement, szörfözött, kicsit elfáradt, beerősödött a szél, és onnantól kezdve esetleg nem tudta felemelni a vitorlát, nem tudta part felé jönni, és ezért kellett kimenteni. Tudni kell, hogy a szörfön a mentőmellény használata kötelező, de a szakemberek sisakviselését is ajánlják. Ha valaki bajba kerül, a szörfdeszkát soha ne engedje el. Próbáljon vészjelzést leadni, akár valamilyen elektronikus eszközzel, akár a karjával integetve. A vízi rendőrök március közepétől látnak el folyamatos szolgálatot a vízen. Egyelőre a hétvégék a zsúfoltabbak, akkor van a legtöbb ember a tónál. A vízi rendőrök minden évben felhívják a figyelmet arra, hogy a különböző sporteszközöket, járműveket nagy körültekintéssel használják a tulajdonosok. A szabálykövetés nagyon fontos a strandolók esetében is. Legjobban a viharjelzésre figyeljenek oda. Most már nagyon sok helyen van viharjelző készülék a Balatonon. Én azt javaslom mindenképpen, hogy még otthon tájékozódjanak az időjárásról. Nagyon jó előrejelző rendszerek vannak, az interneten számtalan hozzáférhető portál van, ahol meg tudják nézni, hogy milyen időjárás várható, illetőleg mikor lent vannak a vízparton, illetőleg a vízen, akkor folyamatosan figyeljék a viharjelző készülékeket. A rendőrség felhívja a strandolók figyelmét, hogy kizárólag a kijelölt fürdőhelyeket használják. Ezeken megtalálhatók a biztonságos fürdés szabályai és a meder sajátosságai is. Ugyanakkor a vízimentők is rendelkezésre állnak, akik segítenek, ha baj van. A vízi rendőrség kampányokkal, fejlesztésekkel igyekszik csökkenteni a baleseteket. A RIB hajóflotta, ez egy gumihajóflottának, a mentőhajóflottának a beszerzése, a modernizációk, a sok pályázat, amit sikerrel elnyertünk, a rengeteg strandprogram, megelőzési program, vagy akár a mentőprogramnak a bevezetése, az mindenképpen hozzájárulhatott ahhoz, hogy csökkent, vagy markánsat csökkent a 90-es évek eleje óta a vízi balesetek száma a Balatonon. Jön a nyár, egyre többen mennek strandolni. Figyeljünk a saját és egymás biztonságára is, hangsúlyozzák a vízirendőrök.